Megérkezett az új 5D. Megnézzük, mi van a dobozban. Egy használati útmutató több nyelven. A fánt. Tápkábel. Az akkumulátor, szokásos LTE6-os, egy szemkagyló, ezt majd meglátjuk, hogy ez miért van benne. Videókábel. És USB kábelek. És utoljára a váz, szépen becsomagolva, hogy ezt már megszokhattuk. Egy buborékosba és egy puhába. Íme. Egyből szembe ötlik, hogy újra lett dizájnolva. A szemkagylót külön csomagolják, mint láthattuk. Új gombok jelentek meg, például ez a rét gomb, bekapcsoló gomb, felkerült, közvetlen videó gomb, a Q menü, tárcsa, meg úgy általában az egész megváltozott. Kettő darab kártyahelyünk van, egy CF és egy SD kártya mehet bele. Csatlakozók. Annyi változás történt, hogy egy fejhallgató jack ajzat került be, és a videó az bekerült az USB-re. Szokásos gumi, ablak, vagy ajtó. Kapcsoljuk be. Hát csak ki tudom nyitni. Nincs. Ez kis probléma. Viszont ki kell venni a akkumulátort. És újra nem tudom kinyitni. Köszönöm. Csaljuk be. A menü az újra lett dizájnolva. Egy ablakban több oldal lapozódik, és egy menüben több oldal. Elég bőséges mindenféle beállítás. Úgy tűnik, hogy teljesen jól használható lesz. A korábbihoz képest. Hát így elsőre ennyit tudunk mutatni. Bővebb tesztet hamarosan.